2016-ban megindult projekt európai uniós finanszírozással, 19 vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság iparbiztonsági információs központ létrehozását rendelte el. Ez azt jelenti, hogy több mint 600 milliós EU-s projekt pénzből kellett létrehozni ezeket az információs központokat, amelyek bár a nevében iparbiztonsági központok, azért ellátják a tűzvédelemnek és a polgári védelemnek is, valamint a hatósági ellenőrzési tevékenységnek is az iparbiztonsági központját. Nagyon nagy jelentőség van, főleg Tolna vármegyében, hiszen egy működő nukleáris létesítmény, egy épülő nukleáris létesítmény, valamint egy jól működő, kis közepes és nagyon kis aktivitású nukleáris hulladéklerakó üzemel Tolna vármegyében. Tehát ha valahol, akkor ennek a központnak a léte indokolt. Tiszteltel köszöntöm a KEHOK Fővárosi és Megyei Iparbiztonsági Információs Központok kialakítása elnevezésű projektzáró sajtórendezvényén a meghívott vendégeinket, valamint a sajtó munkatársait. Külön tisztelettel köszöntöm Tóth Judit asszonyt, a Belügyminisztérium Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért felelős államtitkárság helyettes államtitkárát, dr. Horváth Kálmán urat, a Tolna vármegyei kormányhivatal főispánját, Kecskeméti Dániel tűzoltóezredes urat, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gazdasági főigazgató helyettesét, valamint dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok urat, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. A sajtótájékoztató első részében dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok részletes tájékoztatást ad a projektről, majd ezt követően lehetőségünk lesz megtekinteni a földszinten lévő vármegyei iparbiztonsági információs központot is. Információ gyorsaságát segíti ez a projekt, amelyet ma itt önöknek be fogok tudni mutatni. Nem játék az a technológia, ami bent van. Pontosan ezért mi rendszeres felkészítéseket végzünk erre, tehát a központ nem csak élesben működik, hanem negyed évente, majd be fogom nem mutatni Sárosi Gáborral ezres urat, ő az egyik állandó operatív törzsvezetőnk, ő egyébként a megyének a polgári védelmi főfelügyelője, és hát több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik ezen a területen. Szóval űrkiállomány mellé kell a technológia. Egymás nélkül a kettő semmit nem ér. Ennek együtt, egy helyen, egy időben kell rendelkezésre állnia. Ez Tolna vármegyében és abban a másik 18-ban és a fővárosban ez rendelkezésre áll. Jó úgy vezetőnek lenni, hogy a munkatársamnak tudom biztosítani a feltételeket. Ennél jobb érzés nincs. Mert akkor tudok kérni, akkor tudok követelni, és akkor tudom ellátni én is magam a feladatomat. Ez ma Tolna vármegyében ennek a központnak köszönhetően magasabb szintre kerül. A projektzáró esemény során be fogunk mutatni egy törzsvezetési gyakorlatot. A törzsvezetési gyakorlat kifejezetten az iparbiztonsághoz kötődik, és egy veszélyesáru szállításának az ellenőrzését fogja bemutatni három vármegyei igazgatóság iparbiztonsági információs központjának a munkája segítségével, amelyet az országos iparbiztonsági operatív törzs irányít és koordinál Budapestről. De nem csak az iparbiztonság területén, hanem a lakosság egyéb védelme területén is nagyon fontos, vagy a környezet védelme területén nagyon fontos. Miért? Azért, mert ez a központ az adat gyűjtésével, az adatnak a rögzítésével, az adat feldolgozásával információt hoz létre. Ez az információ, ez a döntés előkészítés része, és ez a döntés előkészítés jut majd el döntésként a vezetőhöz, aki a szükséges lakosságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, veszélyhelyzet elhárítási feladatokra történő reagálást fogja eldönteni. Központnak pontosan az a lényege, hogy annak a vezetőnek, aki ott ül, annak a döntését elő tudja készíteni. De ugye itt az idő. Az idő, és ugye a validitás, az igazság tartalma ennek, hogy a vezető tudjon dönteni, annak olyannak kell lennie, hogy ne sokat tévedjük. Ezért az információs központban a katasztrófavédelem operatív törzse, a Területi Védelmi Bizottság operatív törzsével kiegészülve tud együttműködni, és ebben különböző beosztások vannak. A törzsnek a vezetője, a logisztikus, az adatértékelő elemzőtől kezdve, a nyilvántartóig, az ügykezelőn keresztül, mindenkinek megvan a feladata, hogy mire a vezetőhöz kerül egy információ, az megállja a helyét, és abból lehessen döntést hozni.
konkrét fajtája pedig a veszélyes áruszállításhoz kapcsolódó közúti veszélyes áruszállításnak az ellenőrzése. Nagyon komoly feladat, hiszen ugye útjain a 6-os számú főúton, az M9-es gyorsforgalmi úton, a 61-es úton, a 63-ason, a 65-ösön és az 56-os főútvonalakon történik főszabály szerint a veszélyes állóknak a közúti szállítása. Természetesen ez a szállítás, ez a Magyarország akár gerincének is tekinthető Duna folyamon is történik, HDN ellenőrzés keretében. Helyen tudjuk ezt végezni, ez pedig a Dunaföldvári közforgalmú hajókikötőben, ahol veszélyes árunak a töltése és ürítése történik. A központ egyébként békeidő alkalmazása nem mindennapos. Tehát havonta egyszer a gyakorlat keretében a központot üzemeltető állomány készül föl. A központban 10 munkaállomásra van lehetőség, egy 6 tévékészülékből álló videófalon tudjuk valós időben megjeleníteni az adatokat, tudjuk táblázatban összesíteni ezeket, ezeket értékelve elemezbe lesz majd belőle információ, és látjuk a valós képet, vagy az ellenőrzés helyszínéről, mint most, vagy mondjuk egy beavatkozásnak, egy tűzoltósági, egy műszaki mentési műveletről, illetve mondjuk egy árvízveszélyes helyzetben a védekezésnek a helyszínéről valós képet fogunk kapni.